csak nem 4 milliárd forintot csoportosít át a kormány a Friends of Hungary alapítvány létrehozására. Az MSZP szerint ennek egy részét a felsőoktatásból elvont pénzből fedezi a kabinet. Az Egyesült Államokban bejegyzésre kerülő alapítvány célja a tengeren túli és különösen az amerikai sokadik generációs magyar identitású honfitársaink nemzeti azonosság tudatának erősítése. A Friends of Hungary segítségére lesz a magyar kormánynak abban, hogy megerősítse a magyar-amerikai gazdasági és társadalmi kapcsolatokat, valamint javítsa hazánk megítélését a politikai és üzleti döntéshozók és véleményformálók körében. Talán emlékeznek rá, tegnap mondta Szekeres Imre, szocialista politikus itt az Egyenes Beszédben, amikor a költségvetésről és annak zárószavazásáról részleteiről beszélgettünk, szóba került a felsőoktatás is, és azt mondta, hogy tegnapi napon kiderült, hogy az a bizonyos 11 milliárd forint, amit újfent zároltak a felsőoktatásból, az hova is került, és felsorolt különböző alapítványokat, háromból azt mondta, kettő nem is létezik, még nem működik, de hogy pénz az már van rá, vagy legalábbis hát a papíron át lett csoportosítva. Ezek közül az egyik a Friends of Hungary, amiről még nem sokat tudunk, maximum a kormányzati portálon olvashattuk, de hát ha az amerikai-magyar barátság ápolásáról és e célt szolgáló egyesületről többet tud már Kerékbár Szabolcs. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Mi ez? Nem tudom, én próbáltam érdeklődni, lévén, hogy tanultam és dolgoztam is az Egyesült Államokban, és hát egy öntudatos állampolgárként az ember szeretné tudni, hogy az adóforintjait mire költi az állam. Tehát ebből a szempontból érdekes, hogy jó minőségű közszolgáltatásokat hozzon létre az állam. Nos, én úgy látom, hogy a magyar érdekképviselet a diplomáciai kar, a diplomáciai testületen keresztül megvalósul hat elvben. Tehát vannak nagykövetségek, főkonzulátusok, amelyeken keresztül a magyar állam az érdekeit képviselheti. Tehát nem véletlenül beszélgetünk mi egymással, nem volt MDF-es politikusként, nem jelenlegi státuszában, leginkább abból a szempontból érdekel most a véleménye, hogy ugye 2001-től 3 éven át Los Angeles-i főkonzul volt, tehát a Magyar Köztársaság Los Angeles-i főkonzulja. Ha valaki, akkor egy főkonzul, vagy volt főkonzul, pontosan tudja, hogy mivel ez a dolga, vagy ez volt a dolga, hogy hogyan kell a két ország közötti kapcsolatot, barátságot, nem tudom micsodát erősíteni, mélyíteni. Itt meg is mutatom a nézőknek a kormányportálon ez a közlemény a Friends of Hungary-ről, az alapítvány létrehozásáról, hogy azzal indokolja, hogy a gazdasági, kulturális kötelékeinknek a megerősítésében, magyarság tudat fenntartásában és ápolásában Magyarország, mint anyaország régi adósságát igyekszik törleszteni, és ezért hozzuk létre, nem jelölöm ki. Az alapítvány konkrét feladatai többek között, a többek között személyekre vonatkozik, ez csak az én rögeszmém, de nem bírom megállni, hogy ne jegyezzem meg. Kulturális programok, oktatási csereprogramok, aztán a identitás megőrzése, meg még a gazdasági társadalmi kapcsolatok erősítése. Hát akkor menjünk sorba. A kulturális programok szervezése alapvetően kulturális intézmények feladata. Egy külképviselet, egy nagykövetség vagy egy főkonzulátus abban segíthet, hogy a partnereket összehozza. Amikor én Los Angelesben voltam, akkor felmerült bennem az az ötlet, hogy a Bang Band be lehetne mutatni koncertszerű előadásban a Los Angeles-i operában, amelyik egy rendkívül jó operatársulat. Kiderült nagyon hamar, hogy teljesen színre vinni az operát nem lehet, mert nincs rá pénz. Ha lenne sok millió dollárja valakinek, akkor lehetne természetesen. Meg lehet vásárolni a helyet, a díszletet ki lehet hozni, és így tovább. A magyar külképviselet vezetőinek egy dolga van, hogy összehozza ebben az esetben a Los Angeles-i operát a Magyar Állami Operaházzal. És utána fölteszi a kezét, és távozik. Az adófizetők pénzéből fenntartott nagykövetségnek vagy főkonzulátusnak nem az a dolga, hogy önmagában, vagy elsősorban nem az a dolog, hogy önmagában generáljon Magyarországgal kapcsolatos ügyeket, hanem hogy segítsen a civil társadalom autonóm szervezeteinek kapcsolatokat létesíteni egy adott országban. Amiről ez a kormány előterjesztés, vagy nem tudom ez micsoda szól, mert próbáltam tájékozódni, hogy ki lesz a kuratórium tagja, mi a konkrét célkitűzése ennek az alapítványnak, vagy közalapítványnak. Kapcsolatok erősítése. Ez hát a közlönyben már megjelent a
az összeg, tehát az 15 majdnem, millió euró, vagy dollár. Majdnem 4 milliárd forint. Majdnem 4 milliárd forint. Na most ez édes kevés, mert ha én egy adófizető állampolgár vagyok, ennél sokkal többet szeretnék tudni. Én ma olyat hallottam, hogy Fellegi Tamás volt miniszter, lenne ennek a szervezője, ennek az alapítványnak. Nem tudjuk, hogy hol jegyeznék be, vagy hogy jegyeznék be. De egyet szeretnék mondani. A számunkra egy érdekes. A magyar adófizetők pénzéből a magyar választók által megválasztott magyar kormány felelősen gazdálkodik-e? Ez megvalósul ebben az esetben? Én nekem az a gyanúm, hogy nem. Külső lobbistákat, vagy külső alapítványt, vagy külső céget kivételes esetben kell alkalmaznia párhuzamos tevékenység végzésére a magyar államnak a külképviseletek mellett. Kivételes esetben a NATO csatlakozáskor, vagy a SEUZO kincsek, talán a kedves nézők emlékeznek erre, vagy bizonyos elkobzott, vagy elrabolt vagyonok visszaszerzési ügyében, restitúció ügyében lehettek olyan jogi irodák, amelyeket felbérelt úgymond a magyar állam, fizetett szerződéses, transzparens szerződéses viszony keretében, de ezek 100 000 dolláros nagyságrendű ügyletek, nem 15 millió dollár. Tehát felmerül a kérdés, hogy ez az alapítvány nem azért jön létre, hogy a magyar kormány, jelesül a Fidesz, szavazatokat vásároljon saját magának a 2014-es választásokra. 15 millió dollár egy amerikai gazdag embernek nem sok pénz. Magyarországon 4 millió forint elképesztő, vagy 4 milliárd forint elképesztően sok pénz. Említette itt az előbb a felsőoktatás, de lehetne a pedagógus béreket, vagy egyéb dolgokat számtalan említeni. Számtalan dolgot említhetnék. Hihetetlen mennyiségű pénz. Én azért említettem Szekeres Imrét, mert tehát én tegnap meglepődtem ezen, amikor azt mondta, hogy ő rájött, hogy hova lett a felsőoktatás pénze. Hova? És mondja, hogy ez fekete-fehéren látszik, hogy onnan lehúztak ennyit, és megjelent a papíron, ahol eddig nulla volt, vagy nem volt tétel, ennyi és ennyi milliárd. Tehát, hogy amit innen lehúztak, azt nyilván odaírták hozzá, tehát, hogy egyszerűen a papíron látni feketén-fehéren. És e felsorolásban szerepelt ugye ez az új alapítvány, meg még másik kettő, tehát, hogy most erre... Persze, hogy fontosak, tehát a határon túlélő magyarokkal való kapcsolattartás, vagy az ő identitásuk megőrzésének a segítése, az persze, hogy fontos. Ez de arra megvannak a jelenlegi intézmények. Tehát arra működnek intézmények. De arra most 4 milliárd forintot, és ráadásul igaz, amit Szekeres Imre mondott, hogy látható módon lehúzzuk a jelenlegi felsőoktatásból, a mi hallgatóink ugye ott demonstrálnak innen az utcán, és csak 10 500 diák kerülhet be államilag térített felsőoktatási helyre, ami borzasztóan kevés, a többieknek fizetni kell, akkor nekünk biztos, hogy alapítványokra kell ennyi pénzt fordítani. Én azt nem tudom, hogy mechanikusan így lehúzunk valahonnan egy összeget, és ezt csoportosítunk oda, ez korrekte szakmailag, hogy ezt mondjuk. De azt bizonyosan tudom, hogy a magyar állam külképviseleteinek feladata, alapfeladata mindaz, amit ez a Magyarország Barátai Alapítvány a kormány portálon megjelent közleményben felsorol, mint feladatainak. Ezt kell végeznie minden országban, Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában a magyar diplomáciai képviseleteknek, nagykövetségeknek, főkonzulátusoknak. Hát azoknak ennyi pénzük nincs, hát végül. Nem is kell, hogy ennyi pénz legyen. Az ember, ha rendelkezik 10 000 dollár évi repi kerettel, hogy így mondjam, ami rendezvényekre és minden egyébre fordítódhat. Nekem ennyi volt, ha visszaemlékszem, 2001-ben is, 2004-ben is nem változott a költségkeretem ebben a tekintetben. Ebből 52-54 rendezvényt az ember meg tudott csinálni. Ezek lehetnek 20 fős vacsorák, és lehet mondjuk egy kiküldött vagy kiérkező filmes delegációnak, ugye Los Angelesről beszélünk, filmes 20 fős magyar filmes delegációnak a hollywoodi közeggel való összehozása kapcsán létrehozott fogadás megrendezése. Tehát ebben rengeteg minden belefér. Nyilván Washingtonnak sokkal nagyobb a költségvetése, de a lényeg az, a magyar választóknak joguk tudni azt, hogy konkrétan mire költi az általuk megválasztott politika a pénzt. Annyit fogunk tudni, hogy ami benne is van a közleményben, konferenciák szervezése, anyanyelv, ennél többet kell tudni. Ápolása. És ténylegesen ki ennek a vezetője? Tényleg Fellegi Tamás? Ez egy kacsa? Én nem hallottam Fellegi Tamást. Én ezt hallottam. Tehát érdemes lenne azt megtudni, hogy
volt kormánytagok ebben szerepet játszhatnak-e, ha igen, akkor mi a szerepük, ha már ki van nevezve, vagy meg van nevezve valaki, akit én most már több helyről hallottam, hogy ő az. Mi a mandátuma? Hát nyilván valami prekoncepció van arra vonatkozóan, hogy ezek az emberek, vagy ő speciál, vagy akárki milyen feladattal van megbízva. De még egyszer mondom, a magyar nemzeti érdekek képviseletére a magyar adófizetők pénzéből fenntartott külképviseletek elsősorban hivatottak. Ma nincsen olyan kiemelt nemzeti érdek, a Fidesz érdekeit leszámítva, amelyik az adófizetők pénzéből külön erőforrást, költségvetési forrást igényelnének. Tehát nem tudok másra gondolni, mint hogy ezt a pénzt arra költenék, hogy szavazatokat vásároljanak valamilyen formán a 2014-es választásokon. Én gondolja, hogy amerikai, mondjuk ez butaság, mert nem látunk senki, tehát egy másik ember fejébe. De hogy most az amerikai magyaroknak arra van szükségük, hogy döntsenek, hogy vajon melyik kormányt támogatják majd a 2014-es választásokon, hogy akkor valaki ott édesgesse, babusgassa őket egy-egy konferenciával, vagy iskolai programmal, vagy Mikulás műsorra, vagy nem tudom a jelenlegi választójogi szabályozás, ami még milliószor módosulhat a következő másfél évben, néhány ezer szavazat is számít. Tehát itt nem sok százezer szavazatról beszélünk, mondjuk van egy millió magyar, aki magyarnak vallja magát, vagy magyar gyökerűnek vallja magát. Az Egyesült Államokban ebből van néhány százezer, aki effektíve Magyarországról ment ki az Egyesült Államokba, és beszél magyar nyelven. Ezek közül az emberek közül, ha oda tud magához édesgetni a jelenlegi hatalom néhány ezer szavazót, már megérheti neki. Most én nem akarok huhogni, vagy itt ördögöt festeni a falra, csak ismerjük a jelenlegi hatalom, Orbánék hatalomgyakorlási technikáját. Éljünk civilként a gyanúperrel, hogy ez nem véletlen. 4 milliárd forint elképesztően sok pénz. Hát a mi viszonylatunkban igen, sok pénz, tehát lenne helye, értem, amit mond. Egyébként a közlönyben, a magyar közlönyben még az szerepelt, hogy az alapítvány létrehozásának, működési költségeinek a finanszírozására azonnali hatályú átcsoportosításért Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter felel, az elszámolás és fel nem használt pénz visszafizetési határideje 2013. Ez egy technikai, kérdés nyilvánvalóan. Hát a pénz átcsoportosítás, de költségvetésben ő a felelős ezért a dologért, de utána kellene ennek a dolognak járni, mert erre teljesen fölösleges pénzt kidobni, és most akkor nem mondom, hogy a stadionépítésekre, meg egyéb funkciókra mennyire értelmetlen pénzt költeni, akkor, amikor a ház ég, amikor ellenreform van az oktatásban, amikor az adóreformnak nevezett adó ellenreform az látványosan csődbe juttatta az országot, amikor nem gazdasági növekedés, hanem gazdasági visszaesés, vagyis recesszió van Magyarországon, amikor a nyugdíjak előállítása az problémás nem csak 10 év múlva, hanem a következő hónapra. Tehát egy sor kérdésben a kormány a csőd felé viszi, a lejtőn viszi lefelé Magyarországot, akkor erre költenek pénzt, amikor kinevezett magyar diplomaták vannak, és magyar külképviseletek, amelyeknek az lenne a feladatuk, szintén, és akiknek, hogy ezt a munkát elvégezzék. Szintén pénzkeretből nyilván, tehát nem szociális segély alapon, vagy pontosan, ilyen civil alapon. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én.